hiszen most már harmadik alkalommal jelentkezünk be innen, az ünnepi könyvhét hetének közelében több programunkkal is sikerült összehoznunk olyan helyi vonatkozású művészeket, írókat, akiket jól ismernek Önök is. Nagy szeretettel köszöntöm ezen a napon visszatérő írónkat, Harencsár Lászlót, aki nagyon soknak jó ismeri, akiről nagyon jól tudjuk, hogy sokat ír, termékeny író, a mögöttem látható asztal is erről tanúskodik, és nagy szerencsénkre egy újabb kötettel állt elő, amit nagy örömünkre nálunk fog bemutatni. Ne tévesszem meg senkit, a cím nem szakácskönyvvel jelentkezett, Dereje Lekvárral a cím. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy receptet azonban kaphatunk belőle, hogy hogyan lehet a humorral a hétköznapokban megélni a napokat. A kötet bemutatásában segítségünkre lesz dr. Kutas Ferenc, akit nagy szeretettel köszöntök szintén. És eljött hozzánk természetesen, akiről szintén szó lesz a kötet illusztrátora, Zsada is, őt is szeretném köszönteni. Nagyon jó szórakozást kívánok Önöknek ezen a meleg nyári napon. Reméljük, hogy egy kis hűvösebb tudunk azért a klímánkkal csinálni. És fogadják szeretettel akkor Harencsár László legújabb kötetét. Köszönöm, hogy ennyien eljöttek, megtiszteltek az érdeklődésükkel. Csodálkozom is olyat, hogy még nem unnak. Mert az, hogy eljönnek a Pásztor Erzsére, az egy dolog, arra én is elmennék. De magamra nem tudom már, de tényleg nagyon megtisztelő és hálás vagyok Önöknek, hogy megtisztelnek kitüntető érdeklődésükkel, és remélem azt az elkövetkezendő 3-4 órát, na szorítjuk azért a tanár úrral, hogy sokat ne beszéljünk, de hogy kis ízelítőt adjunk ebből a új kötetből, akkor remélem nem fogják megbánni, hogy eljöttek. Tanár úr, kérdezz. Ma reggel, amikor fölébredtem, első dolgom az, hogy rádió. Megszólalt a Petőfi Rádió éppen, és azt mondja, hogy ma ünnep van, a könyvhét első napja. Most éppen 300 könyvet mutatnak be valahol az országban, különböző helyeken is. Rögtön feszítette a mellemet a büszkeség. Mi már elkezdtük korábban a könyvtár jóvoltából, hiszen volt már előbemutató, mint ahogy most elmondta Erika. És mi most az első napon bemutatunk egy új kötetet, már amennyire új, mert ez már a 8., amit Harencsár László most megjelentett. Amikor beleolvastam a kötetébe, azt még el kell mondanom, hogy 10 éves kapcsolatunk van? 12-13 biztos. Tehát kezdetektől 2006-tól szerintem. Van a biztos számítógépemen egy sok könyvtár, amelyből van egy ilyen, hogy Harencsár. És amit küld, azt oda berakom. És akkor szépen látom azt, hogy honnan indult, és hová jutott. Hatalmas út, amit bejárt. És most, mikor kézbe vettem ezt a Derejés könyvet, majd elmondja, hogy is van ez, és miért is van ez, találtam olyan emberi dolgot, ami nagyon komoly, pedig a könyvben váltakozik a humor, a szentimentalizmus, a komolyság. A tragikum az kevés van, hála Istennek benne. 15. oldalra menjünk. Itt vagyok. Igen. Hallgatlak. Rokonokkal, barátokkal és jó ismerősökkel az ember általában véletlenül, szerencsés esetekben, esküvőkön, egyéb családi ünnepeken találkozik. Kevésbé szerencsés esetben temetéseken. Ilyenkor rácsodálkozunk egymásra. Na hát, hogy megnőttek ezek a gyerekek, vagy az unokáid? Semmit sem változtál, csak a hajad lett fehérebb és kevesebb. Hát, igen. Jó lenne gyakrabban találkozni. Hol is laktok? Ugorjatok be egy pár percre. Ne haragudj, most nincs időm. Majd máskor. Na, jó, majd legközelebb. Igen, a legközelebbi temetése. Hát kérem, ilyenek vagyunk. Nem érünk rá egymással beszélgetni, foglalkozni. Ugye összekeverem az unokákat, a gyerekekkel.
Szóval több idő kéne. És majd, hogy nem egész így indul a könyv, de körülbelül ilyen hangrendben, hogy van benne humor, van benne komolyság és szentimentalizmus is. Hát akkor indítás után azt mondta az, hogy mutassam én be ezt a könyvet. Én azt mondtam, hogy hát ez a te könyved, mutasd be. Hát én ismerem. Kérem szépen, mutatom a címlapot. Hát ez Dereje Lekvárra. Zsada itt ül velettünk, ő mindig nagyszerű borítókat csinál, nekünk is. És utána a szerkesztés, az nem tudom, hogy te itt dolgozod, vagy nem, egy-egy fejezetre osztotta a könyvét, és minden fejezet előtt ott van ez a Dereje Lekvárral. És én most kérdezem meg, mi ez, hogy Dereje Lekvárral, és miért önéletrajzi kötet ez? Azért Dereje Lekvárral, mert az jutott az eszembe róla, hogy két fő részre tagolódik ez az önéletrajzi írás. Az első részben a palócföldi emlékek, tehát a szülőföldem emlékei, a Mátra, majd erről még beszélgetünk, hegyei, völgyei, a szüleimről, rokonaimról, az ott töltött 19 év, illetve az utóbbi 13 év, ugyanis 2006-tól lehet számítani, hogy elkezdtem írni ezt, azt, és onnan indult tulajdonképpen ez a hobbim. És hogy miért Dereje? Mert ezt az utóbbi 13 évet sokkal nehezebb volt összeszedni, mint az első 19-et, mert azok emlékek. Itt már visszatérünk a családfa kutatásnál is elnél, mert akkor azt átértem. Ezt is nyilván, tehát annyi, olyan sűrű volt az a 13 év, hogy párhuzamosan, vagy egymás keresztezve folytak a dolgok, hogy hol vers, hol novella, hol mese, hol mesélés, hogy rádiószínház, hol madárszínház, hol Székelyföld, hogy én magam sem tudtam rendezni igazából, hogy mi is volt az első, hogy kezdődött. És nem kis munkába tellett, még én is a számítógépről, a kis könyvtáraimból, meg a dokumentumokból elővettem, és elővettem illetve a publikációkat, a megjelent cikkeket, a Székelyföldön megjelenteket, az antológiákat, meg, és akkor így raktam össze. És végül, hogy csak válaszoljak. Azért Dereje, mert egy papíruszban gondoltam, hogy mi is ez, milyen hasonlat illene ehhez a történethez. És az jut eszembe, hogy egy papírusz lap, a Dereje tésztát, ha kinyújtjuk, az olyan. Lehetne ráírni, de ugye a tésztára bajos írni, viszont föl van... Lehet, hogy az is igaz. Lehet. Viszont föl van szabdalva, de attól még az egészből van. Tartalommal is meg lehet tölteni, és az elekvár. Tehát egy-egy darab az utóbbi 13 évből, illetve egy nagyobb darab az első 19 évből, és ugye ez a Derejében lévő lekvár, hol édeskés, hol savanykás, hát milyen az élet. Akkor most megnézzük ezt a könyvet. Ígérem, én csak egy-egy szót fogok mondani. Te megígérted, hogy ezekre egy mondatot fogsz mondani, de a kettő nem lehet majd. Azt mondja, hogy az egyik fejezet cím Rákóczi bánya. Rákóczi bánya a szülőfalom, a Mátra hegyei, völgyei között fekszik, bányászfalu. 800 lelket számlál, jelenleg ott mindenki bányászolt az én időmben. Egy nagyon szép természet, nagyon szép környezettel körbe lett kis falvacska. Tőkési utca 31. Ez a szülőházam, és azért tőkési, mert hogy ott a környékben, közvetlen környékben 2-3 kilométeres közvetlenül szélek, 5 bánya volt, és volt a tőkés bánya, és azért tőkési út, meg van még a szülőház, és ami kapcsolódik a Mesél az erdő hangoskönyvéhez, illetve az a meséhez, az valóban valóság, hogy a kertünk végében, ami nem volt nagy kert, egy meredek hegyfal volt, és onnan egy kis bokros rész után az erdőben voltam. Tehát ez onnan táplálkozik. Akiről már csak múlt időben tudsz beszélni, édesanyád. Ez nagyon nehéz, ugye ezt beszéltük, hogy nem olyan könnyű erről beszélni, pláne röviden. Nekem pont ilyen lyukacskával itt az állam közepén, mint neki volt. Csendes asszony volt, nem sokat szólt, ő is bányász is volt egy darabig, csillés volt, és
amikor két csillá összeütötte a fejét, onnantól kezdve egész életében fejfájós volt, és mindig vizes kendővel kötötte be a fejét. Utána nagyon szépen kötött horgolt, lángost, sokat tudnék volna mesélni, miket... El kell olvasni, nagyon szép, benne, le van írva, nagyon szép sorok vannak, azért szedtem őt elő, meg ez a tragikus dolog. Igen. Szóval ez nem mindennapi dolog. Édesapád. Nem meglepő, hogy bányász volt, ugye? Ő egy középtermetű, jó humorú férfi volt. És itt kitérek a bányászokra, mert lesz még erről ugyan szó, de én nagyon sok olyan foglalkozás szakma van, ami nagyon meg olyan körülmények között végzi az ember, ami tiszteletet parancsoló. Egyik ilyen a bányász, én azt gondolom, aki a föld mélye alatt, sötétben, porban a fejére hullik a víz, alul jön a víz, és patkányok és csótányok is szaladgálnak ott, nem beszél vasújtól. Tehát én nagyon tisztelettel beszélek a bányászokról, illetve ezt még elmondom, hogy mi az iskolában úgy köszönjük a tanítóknak a jó szerencsét. Ez a bányász köszönése. Igen. Akkor most azt mondom, hogy ugrunk egyet, mert nagyszüleid egy részéről nem nagyon tudsz beszélni, mert hamar elhunytak, viszont van egy szenzációs nagyapád, a Botos Tata. A Botos Tata, ő a apai nagyapád, bányász volt. Véletlenül. És nem tudom már hány éves volt, idős volt, amikor egy combját törése lett, és onnan bottal járt, és úgy is nevezték a falut, hogy Botos Tata, mert gyűjtötte össze a rőzséket, a száraz gallyakat az erdőből, vagy a áraparton, vagy a patakpartról, és azt leült egy kis sámőről és egy tőkén baltával vagdost egyenlő darabokra, amit nejlondróttal összekötött, és ezek voltak, hogy ez volt a gyújtós, és ezt fölvitt a padlásra. Nem tudom, hány év telt el a halála óta, és keresztelje még mindig talált a padláson összevágó gyújtóst. Szóval nagyon róla is vannak történetek. El kell olvasni, úgy van. És a következő egy kicsit önkényes lesz, egy kicsit az én szívemből is jön. 95 éves korában hunyt el a keresztanyám, akihez rengeteg gyerekkori emlék köt. Téged is, a tiéd. Na, rengeteg. Rengeteg. Hát azt nem mondtam, vagy nem tudom, hogy leírtam, ezt nem emlékszem rá, de egy szűk családi körű temetés volt a búcsúztató. És én írtam, én voltam a búcsúztató. Nem írtad le. Én írtam, engem kért meg a család, hogy én búcsúztassam el. Hát nem volt egyszerű. Annyit elárulok, hogy azért megszondáztattam, elküldtem Bőte Csabának, és akkor azt írta, hogy ezt így kell elmondani, ahogy van. Tehát ő helybe hagyta tulajdonképpen. Még annyit róla, hogy nagyon sok kedves történet voltak nekik. Gyermeke nem volt, férje nem volt, kapcsolatai voltak, de én állandóan náluk voltam. Varszavával, Volgával mentünk Egerbe, Bükszékre, vitt magával, illetve a szünidő nagy részét ott töltöttem náluk, és mesélték, hogy mikor már hiányoltak a szüleim és hazavittek, akkor jó, hoztuk, és akkor készültek, mentek, én is vettem a kabátom, a fogasztok, akkor mentem volna vele. Most jöttél. Tehát róla is vannak történetek, humorosak is, illetve hát... Akiket én itt teljesen önkényesen kiragadtam a rokonsági körből, ahhoz tartoznak még sorok, el lehet olvasni. Viszont ami nincs igazán benne, az iskolák, a foglalkozásaid és a mai családod, és én most hátradőlök. Általános iskolát ott végeztem, volt a falu egy általános iskola, tőlünk 50 méterre körülbelül, tehát nem messze, régi épület volt, és egy történet, azt sem tudom, hogy leírtam, ezt nem emlékszem már rá, hogy én nagyon kiderült, akik ismernek, hogy szeretem az állatokat, és volt egy csókám, egy Gyuri nevű csókám. És az elkísért mindig az iskolába, és a párkányon kopogtatott be. Vagy tehát, nem írtad le, vagy nem olvastam el. Nem tudom, hogy leírtam el. Tehát ott végeztem, majd elkerültem Széchenybe
egy mezőgazdasági szakközépiskolába, aminek érdekes története volt, mert én autószerelő szerettem volna lenni. Mert akkor az olyan jó hangzott. És akkor az igazgató bácsi elment a szüleimhez, mondta, hogy mit akar neked, hogy gyerekti autószerelőt, mikor focizás közben a iskola udvaron hazaszaladtam, mert meg kellett etetni a nyulakat. Tehát ugye teljesen akkor így lettem mezőgazdász, és akkor így kerültem Szarvasra. Itt 5 évig voltam a Szádba, a Kákály kerületben agronómus, majd egy váltással 88-tól nyugdíjba vonulásom, mint tűzoltó, szolgáltam a közt, ha így tetszik. És mindig megkérdezik, és de valóban, ha belegondolok, és nekem elmeséli valaki, hogy bányász településen volt, és növénytermesztő lett, majd tűzoltó utána meg elkezd mesélni, hogy hát nem tudom, én csodálkoznék rajta, de nekem ez természetes, mert ezt én élem át. Mai család, ugye 78-ba kerültem ide, itt is ragadtam, itt alapítottam a családot, a feleségemet ismerik, a könyvtárost, sokan azt hiszem. Két fiunk van, egy unokánk, az egyik nagyobbik fiam, a Szolnokon Katona, a kicsit jobban ismered, ugye Balázs, ő pedig Kiskunhalason kollégiumi nevelő, és két hete volt az esküvői? Két hete volt az esküvői, tehát ő is a család alapítás rögös útjára tévedt, vagy hát megtalálta. Sok boldogságot kívánok, ugye az önök nevében is, az ifjú párnak. Hát szét vagyunk itt szakadva, de hát ugye Gödöllő, Dusokon a húgom, akkor Rákóczi bányán a rokonok, Kiskunhalason egyik fiam, Szolnokon a másik, tehát lehet, hogy veszek egy lakókocsit, és akkor megy. Egyébként megint személyes dolog, Balázs tanítottam, igen jól fogalmazott, és most utoljára az utolsó 3 évben a Szarvasi Krónikának munkatársa volt, a régi könyvtárakból, a gimnázium régi könyvtárából kiragadott egy-egy érdekes könyvet, és arról írt 2-3 oldalt. Sajnos bejelentette, hogy ugye most ő megnősült, és Kiskunhalason van, ő már nem tud ide eljönni, kutatgatni a könyvtárba. Itt most Marika is, Laci is, meg a többiek is a könyvtárban megígérték, hogy segítenek majd keríteni embert, aki folytatja Balázsnak a munkáját. És akkor a következő nagy szakasz, amit te írtál, hogy jelek. Mit jelent ez? Na, érdekes fejezet címek vannak benne, de kiderülnek a tartalom, hogyha valaki olvassa, hogy egyáltalán honnan voltak-e jelek arra, hogy én valahogy itt ülök majd veled szembe, és akkor a 8. kötetet mutatom be. Tehát különösebb, nem is tudom, hogy voltak-e. Leírtam ugyan egy pár olyan dolgot, de szerintem ezen minden gyerek átesett. Jó versmondó voltam, ilyen színkörökben is szerepeltem, fantáziám is volt, még van is. Talán ezek az a jelek, és nagyon érdekes, a humorral is összekapcsolódik, mert a mikorosztályunk emlékszik a Gugyerák Alajosra, és akkor, amikor iskolai kirándulások voltak, a farmatoros buszon jöttünk hazafelé, Aktelekről mondjuk, és voltam olyan bátor, nagyon jól tudtam utározni Bugyarákot, és akkor a mikrofonhoz szólítottak, és akkor én szórakoztattam hazafelé a közönséget. Tehát ezek, ha úgy veszünk, akkor jelek. Elmondod a versmondásod, ja, befejezését. A versmondói karrierem végét, nem tudom melyik nemzeti ünnepen, Széchenyben fejeztem be, de addig már a mongol nagykövetnek is mondtam a verset. Magyarul, de én nem biztos, hogy értettem. Még a költőneve is emlékszem, Csoly Csirin Csimid. Nagyon szép. Nagyon szép, mert volt, csak már a tartalom már elporlat. Na és akkor Elgeb, mint az egyik legjobb, tényleg nagyképűsű nélkül, legjobb szavalót megkértek, hogy ott a Széchenyben, kultúrházban, nem tudom milyen nemzeti ünnep. Mindegy, József Attila Szabadsághoz című versét kellett elmondani. Kiálltam a függöny elé, tele. Ugye? Nem Petőfi volt? Petőfi. Bocsánat. Na látom, ez Petőfi Szabadságban így van. Akkor már szóval 15 volt. Uh-huh. Most már így van. Mikor sem volt, ezt már tudjuk. És elkezdtem, hogy ó Szabadság, hadd nézek szemembe. Kész.
vége, ennyi. És ugyanúgy, mint itt néztem, nem remektem, nem izgultam, ilyen stresszoldó nyugalom áradt belőlem, mert én néztem az arcokat, hogy milyen kínosan néznek rám, hogy nem tudom folytatni, és akkor úgy egy-két perc így eltelt, akkor megmondtam, és akkor valami eszembe jutott a versből. Mögöttem volt a sóhúzhatással, megtalálta, és akkor elkezdtem mondani, de én már teljesen máshol jártam. Tehát összeraktam úgy darab, tehát biztos, hogy nem sorrendben. Az első sor az teljesen jó volt. Utána már mi, és mikor úgy gondoltam, hogy itt már be lehet helyezni, akkor meghajoltam. És ennyi volt, többet nem kértek versmondás. Én úgy emlékszem, hogy az első írásait között, amit nekem átküldtél, azt dicsértem meg, amit prózában írtál, ugye verstől próbáltalak óvni, és ott a családdal foglalkoztál, hogy családkutatás. Igen, igen, igen. És most itt ez a könyv, amely családkutatás. Igen, azt hiszem valami ilyesmivel kerestetlen meg először, meg sok mindennek. Én válogatást adtam, és akkor, mikor visszaadtad a papírokat, és akkor hát több piros volt benne, mint fekete. De hogy azt, csak olyan tollán volt. Igen, olyan tollán volt, és akkor láttam, és beszélgettünk, és akkor egyből akkor is azt teszem, hogy mennyi foglalkoztál vele. Tehát, hogy ez egyből úgy, hogy mondjam, tisztelet parancsol, hogyha valaki ennyit, hogy nem kijavítja még a legapróbb hibát és veszőt is, akkor ezt elolvasta. És hogy beszéltünk erről. Én olyan olvasós. Igen, olvasós vagy. És valóban a családfogkutatásról kezdődött, és akkor ott jöttek a történetek, és akkor ez van megírva a Palócföldi emlékében, elkezdtek mesélni, és nem szerettem volna, hogy azok a történetek, amikre én már nem emlékszem, de a keresztanyám, nagyszüleim emlékeznek, azok elmondják, és keresgéltem, fényképeket küldtek, levelet írtam, beszélgettünk, és így állt össze ez a nem érdekes, mert nem folyamatos, de ez is szakaszokról, még külön nagyszülőkről, szülőkről, kert, stb. Sőt, a tájleírása, meg a falu, meg az, ugye az elején mondtad, hogy Rákóczibány, ez egy... Én azt gondolom, hogy nem tudom, eljut el egyszer, majd eljutunk az unokámmal oda, vagy másikkal, de hogyha előveszi, akkor ha elolvassa, akkor az egy képbe lesz. Én azt gondolom, hogy el tudja képzelni, lehet, hogy kíváncsi is lesz. Hol is van ez a Rákóczibány? Van egy ilyen fejezet címet, hogy a vágy. Ezt most nem tudom elmondani, de ha majd elolvassák, akkor megértik. Ilyen eufórikus vágyakozás, hogy csak egyszer egy mondatát valamelyik újság, folyóirat, ha közölné. És egyszer csak megjelent egy antológia. Igen, az, mikor elkezdtem, tényleg párhuzamosan, hol verset írtam, hol novellát, hol mesét, hol hülyeséget, ugye humort. És azt gondoltam, hogy mikor megmentem már mutatni, illetve amikor már elkezdődött a mesélés, akkor azt gondoltam, hogy pályázgattam is, küldtem ide-oda, volt bátorságom, hogyha én már valami megjelenik valahol, én azt mondom, hogy jó, itt már kész, vége. És mondjuk most ehhez képest teljesen máshol tartunk, és amit említettél, hogy a verstől óvtál, nem véletlenül, de milyen érdekes, hogy a haikubról is vannak jó vélemények egyébként, és az első publikáció, ami megjelent, ez egy vers volt. Tata Bányán adták ki őszidő című antológia, és arra kértél, hogy ezt a verset mondjam el. Igen, ez tiszta szívvel mondom, nem udvariasságból, ez nagyon jó vers. Figyeljék majd meg a mögöttes tartalmat, attól jó egy vers. Nem attól, hogy Cseng Bong meg, hanem mi van mögötte? Hallottak egyet mást a családról, tessék figyelni. Fekete vers, Bányás sors. Fekete hajnalom, fekete árnyak, fekete szemekkel valamit várnak. Fekete fényben, fekete lábak, fekete csendben mennek a sárba. Fekete ércen, fekete fémek, fekete csillagok szóródnak széllyel. Fekete szikra, fekete gázban, fekete test a fekete sárban. Néma lelkek, szemükben könnyel, sírhatnál állnak meggyötörten. Társuk pihen a fekete földben. Ugye nem kell hozzá kommentár. Most egy picit váltunk,
mert hogy azért te elsősorban a mesékkel lettél is, mert jártál ide-oda, de azt, ha most hozzá fogsz mesélni, akkor egy óra múlva megyünk haza. Igen. Úgyhogy én azt mondanám, hogy hallgassuk meg az egyik mesét. Az első mesém, és majd mindjárt megkérdezik a bejátszást, még egy pillanat. Ez az első mesém, amit most meghallgatunk, igazából novella, de kétféle variáció, van egy gyerek változat, egy jó vége, illetve amit most meghallgatunk, ez a fehérhajú meséből volt. Annyi az érdekes benne, hogy ez az egyetlen mesém, amiben klasszikus mesefigurák vannak, mint királylány és király. Az összes többi a bogarak, meg patkányok, meg szúnyogok, de itt királylány van. Hallgassuk meg! Fehérhajú mesék. Harencsár László Szarvasi tűzoltó meséi a Madár Színház művészeinek előadásában. Piros Ildikó mesél. Rózsa mese. Volt egyszer egy meseország, amiről soha senki nem mesélt, mert nem érdekelt senkit, mintha nem is lett volna. Nem éltek ott sárkányok, hőslovagok, tündérek, boszorkányok, de még furfangos parasztemberek sem. Pedig a királyi palota valamikor párját ritkította, de már omladozott a vakolat, töredeztek a cserepek, gaz lett el a kertet. A palotában egy király élt a lányával és a szolgákkal. A király valamikor vitéz volt, ma már egy lezüllött, iszákos, mogorva öregemberré vált. A királylány arcát mosoly nem hagyta el soha, kedvét felőrölte az idő. Por és pókháló lepett mindent. Nap jött nap után, egyik olyan volt, mint a másik. Egy nap arra tévedt egy koldus. Bekopogtatott, de az állapotokat látva nem sok reményt fűzött a sikerhez. A királylány nyitott ajtót. Az ajtónyitáskor beáramló friss levegő port szólt a lány szemébe, amitől egy könnycsepp jelent meg a szeme sarkában. A könnycsebben szivárványtáncot lejtett a fény. A koldus a szemébe nézett, és elszomorodott. Arra gondolt, hogy nem ő a legszegényebb a világon. A koldus kérte a királylányt, hogy engedje meg, hogy pár napig elaludhasson az istállóban, és némi élelemért, egy pohárborért rendbe hozná a kertet. A királylány némán bólintott, majd az ajtót becsukva el is felejtette az egészet. Reggel arra ébredt, hogy kintről vidám fütyülészés hallatszik. Elhúzta az évek óta behúzott függönyt. Az erős fénytől káprázott a szeme. Visszanyerve látását, meglátta a koldust a kertben. Hirtelen nem tudta, hogy ki az és mit keres itt, de aztán eszébe jutott a tegnapi kéregető. A koldusnak bár ruhája rongyos volt, alakja, arca nemes volt és vidám. A királylány sokáig nézte. Előbb bosszús lett, majd ahogy egyre tovább nézte, egy picit elmosolyodott. Másnap már az ablak előtt állt és várta a koldust. A rózsabokrok örökzöldek kiszabadultak a minden behálózó tüskés, száraz kórok rapságából. A kinyíló virágok, méhecskék, dombók és pillangók tucatjait vonzották oda. A kert újra élni kezdett. A következő reggel arra ébredt, hogy üde rózsaillat járja át az orrát, tüdejét és a szívét is. A szobák, a termek tiszták voltak, mindenhol egy-egy rózsacsokor illatozott. A kellő napsugarai vibráltak a levegőben. Az ablakon kinézve, megrökönyödve látta, hogy az apja frissen borotválva, teljesen józanul, vidáman beszélget a koldussal. A kolduson tiszta új kertészruha feszült. Másnap már hármasban beszélgettek. Vidámak voltak, és arra vártak, hogy holnap újra derültebb arcát mutatja majd a természet, és hármasban majd kilovagolnak a környék lakái közé. Visznek magukkal enni, innivalót is. Előre örültek a holnapnak. A reggel madárdalos volt. Az eső által hízlalt virágok duzzadtak az örömtől. Amint összepakoltak, a király és a királylány kimentek a kertbe, és várták a koldust. Egy idő után türelmetlenek lettek. A király elküldte a lányát, hogy ébressze fel a koldust. A koldus mosolyogva feküdt fekhelyén.
de nem lélegzett. A rózsabokrok mellé temették. A királylány fölvette a koldus, rongyos ruháját, és azóta járja az országot. Útját rózsa illat és mosoly kíséri. Na, lélegezzünk föl. Piros Ildikó hangja, és egy gyönyörű mese. Azt mondta Laci, hogy ebben ugyanazok szerepelnek, amik a mesében általában, igen, de nem úgy. Itt valaki meghal. Valahogy nem tudjuk sajnálni, mert megdicsérül. Ugye a királylány viszi tovább. És azt hiszem, ezt érezték meg ezek a művészek, és ezt el kell mondanom. Én írtam nagyon sok mindent. Soha nem lett volna bátorságom, hogy a Madách Színház, vagy akármelyik színház művészének. Én elküldjem, hogy ugyan mondják már el nekem. A cél legnagyobb maga biztosága. Elment, és nyert. Itt születtek meg a... A Fehérhajó mesék. Fehérhajó mesék. Annyit hozzáteszek, hogy a gyerekmese verziójában az van, hogy nem hal meg a koldus, hanem eltűnik, és akkor úgy, hogy bejárja a királylány az országot, visszatér, mosoly van mindenhol, és jókedvük az emberek, és de nem találja a koldust. És akkor, amikor hazaér, következő reggel fütyörészt is halt a udvarból, és akkor kimegy, látja, hogy nem egy koldus, hanem a szomszéd királyfi volt. Tehát ugye ez a klasszikus, happy end, igen. De ez, amit te mondtál tényleg, hogy megdicsőül, igen, hogy tovább viszi. Na most én előkészítettem, hogy nekem erre nem lett volna bátorságom, hogy oda menjek, te oda mentél. Hogy csináltad? Ne félj, nem megyek utána. Mondtam, beszélgettünk már erről, meg talán többen ismerik is, vagy hallották ezt a történetet. Ez a konkrétan a Fehérhajó mesékről, ennek az előzménye a Mesél az erdő című hangoskönyv volt, ami gyerekmeséket tartalmaz, és annak az ötlete, hogy egyáltalán legyen, az visszanyúl még az ív időkbe, amikor volt bátorságom elküldeni meséket, például Szulák Andreának. És akkor ő nagyon tetszettek, és küldjek még, és hogy csináljunk belőle a hangoskönyvet. Hát jó, mondom, csináljunk, aztán eltelt fél év, mit tudom én, akkor összeismerkedtem Eszter Gályos Lített Cirkével is, ő is azt mondta, akkor mondom, és akkor csináljuk. Közben megismerkedtem Lár Andrással. És úgy, valahogy akkor már, akkor csináljunk. És egyszer, amikor postalekre kísértem el Lár Andrást, akkor érdeklődött, hogy hogy állok az emesség. Hát mondom, mondták, hogy majd csinálok. Jó, azt mondja neki, van is az ő könyveit, a Kossuth kiadó adja ki, ad egy címet, semmi elkötelezettség, csak hogy nyugodtan keres, hivatkozhatok rá, vagy küldjem, egyáltalán kapcsolat legyen. Elküldtem, de addigra már úgy alakult, mire elküldtem, hogy már két jelenkező volt, hogy a Szulák Andrá és Szürke, akkor még hozzájött a Lár András is, megkértem, jött a Pilcsi Ildikó, Bence Ilona, és akkor szétoszthatom a meséket. Tulajdonképpen oda kerültem, hogy elmentem a Kossuth kiadóhoz, nekem már voltak felvételeim, mert sikerült közben stúdiót is szerezni Pesten. Ingyen volt, mert a keresztfia ott gitározik valami együttesben, és akkor mondja, hogy van egy kis stúdió, fölhívó, hogy keressen meg. Ilyen maszek stúdió volt közvágói területén. Megbeszéltük, sok telefon, sok egyeztetés, a színészekkel, mindegyiknél ott voltam. Tehát ez a Mesél az erdő. És akkor innen jött, hogy kiadták a Kossuth Moyzert kiadó, és hozzáteszem, hogy ez 2013 ezen a napon volt valamikor, az a könyvhét első idén volt. Emlékszem, hogy oda viharos fogadtatás. Igen, a vihar volt. Nos, azóta, hogy küldik, ez pénzes dolog, itt azért küldik itt a jogdíjat, tehát úgy van az, hogy ez szerződés volt, és azóta, akkor ez ugye 6 év. Összeszámoltam, tulajdonképpen nyilván nem úgy, ahogy mondom, de összességében 6 év alatt minden nap megvettek egy darabot. Azért, ha beszorozzuk, az nem olyan rossz. A 365-et. Hát tudod. Az nem olyan rossz szerintem. Ezt ne feszegessük. Ne feszegessük? Mert nem úgy, hogy pénzben, hanem hogy darabra elmennek. Ja, úgy, érted? Darabszámra. Uh-huh. Tehát elfogyott az első, aztán utána is nyomtak. Nekem kellett, meg kellett rendelni, mert nekem sem volt már, mert odaajándékoztam valakinek a saját példájával. Na egyébként is, itt a Kapocs Bence Ilona. És ugye ennek a sikerén úgy vérszemet kapva mondom, hát van nekem novelláim is, milyen jó lenne, az is egy ilyen hangos könyv. És akkor tényleg úgy összebarátkoztam Bence Ilonával, hogy elmertem neki küldeni e-mailbe.
és akkor kinéztem 10 madács színház a színész, 5 hölgyet, 5 férfit, akinek a hangján el tudom képzelni azokat, mint például a piros hűtő. Szerintem jóta eltaláltam ezt a hangot, azt gondolom. És akkor megjelöltem, hogy kitől szeretném hallani, és ott jött, így van, hogy azt szeretném, hogy ezt odaadja a színészeknek. Hát mondtam, igen. Jó, akkor kinyomtatja és megkeressi őket, mert kérdőd, hogy felelem nincs már ott a Madár Színházban. És itt jött a Mázér szerencse, az első novellát, az első történetet elsőnek Székely Józseffel találkozott, és neki adta oda. A Székely elolvasta gyorsan, és elkérte az összes többit. Utána ő intézte a rádiót. És fölhívott, hogy megengedem, hogy megrendezze ezt a rádiójátékot. Hát megengedtem. Most. Én nem is értem, hogy merted megengedni. Hát gondolatják, hogy mit mondják neked? Hát majd nem, majd nekem egy év, majd a... Azért aztán jöttek a kötetek egymás után. Megkérdezték tőlem, hogy hány köteted van, jaj, mondom, vagy 7, vagy 8. Mind a kettő igaz, mert eddig volt 7, és itt volt a 8. Ezeket a köteteket nem tudjuk bemutatni, de az nem lehet, hogy ne menjünk rajta végig. Játsszuk megint azt, amit az ülőknél. Én mondok egy kötetcímet, te megmondasz egy mondatot. Vagy már értelésem, nagyon jó időben. Mese és valóság. Mese és valóság, ebből egyik kötet sem hasonlít a másikra. Ezt azért elmondhatom, azt hiszem. Ez, megengedem. Ez úgy volt, hogy annyi, nem tudom, több mint ezer, vagy nem tudom hány fényképen volt azokról a mesélésekről, ahol megfordultam országba, illetve országon kívül Székelyföldön, amit ugye nem láttam, mert nem tudtam követni, de fotós vagy az óvónő, vagy mit volt, valaki fölvette, és akkor olyan arcok, olyan szép gyerekek és meg felnőttek is vannak, és mindegyik helyszínhez kapcsolódik valami kis apró történet, egy kis poén, és ezeket szeretem volna, hogy ne csak úgy a gépen legyen, hanem egy kis könyvben. Elvittem Tatajékhoz, és akkor mondta Zsuzsa Kesebű, hogy hát miért nincs benne mese? Hát mondom, milyen igazad van. És akkor helyszínenként van egy valóságos történet, azért ez a valóság része, és van egy mese. Ez a mesél az, mese és valóság. Egy hiány húsz, hát amiről ez tulajdonképpen a fehérhajú mesék nyomtatott változata, kiegészítve még 9, én úgy nevezem, hogy szerelem mesékkel, de abban van egy kis pikáns és a bikavér, meg mit tudom én, de 19 novella. Gyöngyös, erről van egy nagyon jó kritikám, mert Salgó Tehernyi kritikus író, mert elküldtem a Palóczhoz, mert ott ismerettségem voltam, ott is megjelentek írásai a Palóczhoz, a Balassi Bálint Asztaltársaságnál, és akkor ő írta, hogy meseregény, és nagyon hízelgő, hogy emlékszem, tehát megjegyzem ezzel, hogy hízelgő mondatokat, hogy tudjuk, hogy a valóság nem ilyen, mégis el szeretnék hinni az első betűt és az utolsó. És ez jó, hogy ezen a élejére kritikus. Ez a mesterek. Talicska apró majom. Itt is vagy egy talicska apró majom. Ott van benne az összes butasság, humor, groteszk, abszurd, kabaré, színdarab, kenyai hírlap, még karikatúrát is rajzoltam bele. Ha fokajna hiányzik belőle, mert ugye ez már kikopott a másikból, mert a kenyai illata volt egy olyan, hogy ilyen illatminta szokott lenni újságokban. Én fokhagymát tettem bele, leragasztva cellulózzal, és akkor ugye ajánlottam, hogy ez lehet, hogy pirítóshoz, mit tudom én, de átható volt, tehát nem tudtam, hogy leragasztani, hogy na, ez nem is kapom majd. Töredelmesen bevallom, ez az egyetlen kötetet, amit nem tudtam végigolvasni. Elhiszem. Paradox füzetek, na ez se külön. Ez réteg humor. Annyit azért, hagyd mondjak el, hogy Horváth Hajnálka az illusztrátora a Taliska próbájának, ami nagyon, nagyon szép. Az egy hiány húsznak is ő, a mese és valóságnak, a gyöngyösnek is, illetve most a paradox füzetekről pedig Szabó Laci bácsi a illusztrátora, ő készített a rajzokat. Ez egy réteg humor, egy abszurd, magyar abszurd, egy harencsár abszurd, de Varga Viktor mutatta be 2 év, azt hiszem, és olyat mondott róla, amit el se hittem, mert másképp lát. De dicsi, hogy ez egy kék színdarab, azt mondta. Mondom, én ezt nem láttam. Miért nem adják elő? Nem biztos, hogy sokan tapsolnak, sokan elmennének, vagy értenék.
Találkoztunk mi már ugyanígy, halott számláló. Igen, a csörtén azt megmagyarálja, az volt az első. Ez ugye, itt benne van a Gyöngyös is, meg benne van az Egyhiányhúsz is, hogy azért legyenek is, legalábbisan fogni azt a kis könyvet, ne csak úgy, hogy elfújja a szél. Itt ugye a halottai, tehát itt a szarvasi, a Nógrád megyei kollégák, barátok, szülők, nagyszülők, mindenkit ismertem, de mindenkiről humoros történet, kizárólag humoros történet. És azt gondolom, hogy ezzel a derejével és a halott szállóval, illetve majd a megjelenő 40 évet kipótló Kapusztnyikával, ami a szarvasi történet, az áll össze majd egy egészé, szerintem. Abban azért megdöbbentettél, mert a végén aztán egy őrült felsorolás van a halott szállónak, akiket mind meg kell még számlálnod? Sajnos az életén azóta már kiegészítés kellett pár lap, sajnos azért. Igen. De még összességében mégsem szomorú, tehát emlékszel, pont a Dunai Tamás, te olvastad, hogy azt kívánja mindennek, hogy így emlékezzenek rá. Igen. Így is, azt mondja, így is. Igen. És akkor a végére egy szépet, hogy Erdőtündér. Erdőtündér, itt az összes eddig megírt mesén benne van. Érdekes módon 19, egy hiány 20, ez is, és ez is annyiból különleges, ha mondhatom, hogy nincs benne illusztráció. Ezt én találtam ki, hogy a lapok, a mesék előtt van egy üres lap, egy keményebb lap, ami az volt, hogy ide rajzolhatsz. Tehát a gyerek saját magának illusztrálja saját magának mesekönyvét. És biztos, hogy nem lesz két egyforma pillangó, két egyforma egér, és szerintem ez nem rossz ötlet. Én nem tudom szabad-e ilyet kérni az operatőrökről. Én itt közben, amíg Laci sokat beszélt, és nem kellett rá figyelnem teljesen, szemeztem én itt egy gyönyörű kislánnyal. Mutassák már meg. Hát ő az Erdőtündér bizonyára. Olyan szépen tud mosolyogni. És végül itt. Igen, igen, hát gyönyörű mosolya van. Egy igazi Erdőtündér. De végén járom már, úgyhogy. Igen. Laci elmondta, hogy mesél az erdő, hangoskönyv, Fehérhajdú mesék. És akkor most valamit még mond a Szabadás Színházról, vagy annyit, ez lezárásaként ennek a bemutatom a beszélgetésnek, hogy egy utolsó bejátszás következik ezzel, emlékezve és tisztelegve Székely József, akit nem tudom, kik voltak itt, akkor 3 éve vendégem volt, és én azt gondolom, hogy az a történet következik, amit ő mondott fel a 22-es stúdióban. Én ezzel szeretném neki így is megköszönni és emlékezni. Hát akkor hallgassuk. Hallgassák meg Székely Józsefet! A szélmalom utolsó tánca. Száraz, júliusi reggel volt. A nap alig bukkant elő a horizonton, az első sugarak melegét már érezte az ember bőre. Korán indultam, hogy elkerüljem a hőséget, de nyilvánvalóvá vált, hogy nem fog sikerülni. Elhatározásomat azonban nem változtattam meg. Minden évben megteszem ezt az utat, mint valami zarándoklatot a régi szélmalomhoz. Elindultam. Épp hogy elhagytam az utolsó házsort, a vibráló levegőben már láttam a malom csúcsát, de tudtam, hogy legalább egy órányi kerekezés után érem csak el gyermekkorom egyik felejthetetlen színhelyét, az omladozó tanyákkal körbevett szélmalmot. Megérkeztem. Biciklimet egy nyárfához támasztottam, az utolsó pár száz méternek gyalog vágtam neki. Az emlékekben való elmerülést segítő, mély csend ült a pusztán. Egy galagonyabokor ágain szárnyait széttárva piheg egy pacsirta. Az ördög szekér sem mozdul, szellőre, szélre, viharra vár. A száraz fű közül egy-egy szöcske ciripelése töri meg a némaságot. Ingemet kigombolom, hát ha megmozdul a levegő és körbe fújja a hátamat. Dől rólam a verejték, a szemembe folyik.
látásom elhomályosul, gondolatban máshol járok. A múlt képei, hangjai jelennek meg. Hullámzó búzamezők, barna szántás, madárcsicsergés, gyerekzsivaj, lovaskocsik kikorgása. A malomból a legkülönbözőbb zajok áradnak ki a lisztfelhőbe burkolózott ajtón és ablakon át. Fúj a szél, a vitorlák fáradhatatlanul rúják a köröket, a kerekek morogva őrlik a búzát. Vállukon zsákot cipelő emberek egy-egy nyögve dobják kocsijukra a lisztes zsákokat. Mindig a zsákok tetején utaztam, és alig vártam, hogy találkozhassam a cimboráimmal. Később, amikor már elszántságunkon kívül némi testi erővel is rendelkeztünk, egymással versengve cipeltük a zsákokat. Néha a súly alatt összerogyva elestünk, és arccal ráhuppantunk a zsákokra. Arcunk, hajunk fehér lett. Ilyenkor nem maradhattak el az ugratások. Mindenki jókedvű volt, még az egyébként mogorva Szikár Molnár is jót mulatott. Megbotlok egy vakontúrásban. Egyensúlyomat visszanyerve kitörlöm szememből az izzadságot. Éget a hőség. Egy kis szellőért könyörög a természet. Furcsa, ismerős zaj üti meg a fülemet. Nyikorog a malom. Feltámadt a szél, az ördögszekér nem moccan, a fűszálak továbbra is csak magukban gyönyörködnek a déli báb tükörképében. Akkor mi ez? A malom felé fordulok. A vitorlák megmozdultak, de nem a szél késztette őket táncot járni. Az egyik szakadt vitorla végén, a tengelyre erősítve lóg valami. Egy élettelen test. Frissen bokszol csizmái összekoccannak, fekete nadrág, fehér ing, cserzett, ráncos arc. A régi gazda, a Molnár az. Visszatért, hogy egy utolsó körre felkérje társát, groteszk díszként lógva e furcsa feszületen. Az alsó holdponthoz érve csizmája árkot rajzol a homokba, fékezve kissé a halász szította lendületet. Átlendül a túloldalra, lassan vissza, majd megáll. A malom eljárta utolsó táncát. A nap átégette a szívem, a torkom izzik, ruhám csupa víz, fázom. Kedves közönség, köszönjük a türelmüket, mosolyukat, esetleg a könnyeiket. Köszönjük szépen a televízió nézőnek is. Köszönjük.